Jó estét kívánok! Már is kitűnő a hangulat itt a Szerencsekerék stúdiójában, ahonnan nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Ma is nagy számban jöttek el hozzánk a nézők, és minden kézen áll arra, hogy elkezdődjék a játék. Ehhez a jó hangulathoz hozzátartozik a kirakatok gazdag választéka, melyben a nyereménytárgyak értéke ma összesen 855 000. Jó estét! Jó estét! Nem is tudom, hogy mondhatom-e azt, hogy jó estét, hiszen még nappali világosság van, fél hétkor. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy jó játékot és a szép Dórát. És hogy vajon tényleg jó játék lesz ez a mai, arról Tibor, Piros és István fog nekünk gondoskodni. Illetve hát ezt a talányt ők fogják megfejteni. Tibor, kérem mutatkozzon be nekünk. Novák Tibor vagyok, Budapestről jöttem, nős vagyok. Itt van a feleségem is, van két lányom, ezen kívül van egy 9 hónapos és egy 4,5 hónapos unokám. Nagyobbik fiú, kisebbik lány, ezt elfelejtettem. Eléggé morbid a dolog, de hát ön gyakorta elítélt. Igen, hát ez valóban ül, tudnélik az Erkel és a Operaházban, mint seg. És jelen pillanatban Don Carlosban vagyok a második felvonásban elítélt. Égetnek is, szóval... Ezzel szemben mi azt tudom, azt tudjuk felajánlani, hogy egy ujjal nem nyúlunk Tiborhoz, jó? Ez részemre megnyugtató, köszönöm. Piros. Akinek mondhatnám azt is, hogy Margit. Igen, Kátai Robertné vagyok, Budapesten lakom, 3 gyermek édesanyja. Jelenleg főállású anyaként most őket nevelgettem, akik itt szurkolnak a közönség sorai között. Hogy nézzük csak, hogy szurkolnak egy próbát. Tökéletes eddig. Igen, nem szeretném megtéveszteni sem a közönséget, sem a nézőket. A táblámon ugyanis Piros szerepel. Ez pedig azért van, mert az igazi nevem, amit anno egykor kaptam, az Margit ugyan, de a Piros nevet ezt a kedvesemtől kaptam, amikor megismerkedtünk, és inkább ezt viselem. Mi reméljük csak azt tudjuk hozzátenni, hogy szerencsés Piros. Köszönöm szépen. István. Schmidt István vagyok, Esztergomból érkeztem. Programozóként dolgozom egy telefonfejlesztéssel foglalkozó részvénytársaságnál, és a családomról annyit, hogy van egy 15 hónapos kislányom, aki természetesen most nincs itt, ugye, mert szegény nem tudott eljönni még. Köszönöm szépen, és akkor játék a fő támogató megismerése után. Az első feladványunk... Tibor, forgassa a kereket. Kurcné Gömörei Erzsébet pápán a Vajda Péter lakótelepen kapja a 2200 forintot. Esvin Sándor. Sándor. Sándor az épületben nincs. Piros. M, mint Mária. Mária, 1008-ért. Igen. R, mint Robert. Robert. Igen. G, mint Gábor. G, mint Gábor. Úgy van. Egy halvány mosoly megjelent. J, mint Jenő. Jenő, 5500-ért. Elkiabáltam. J, mint Jenő, nincs István. Azt hittem, hogy azért lett hirtelen jó kezem, mert felrém lett a megoldás. El, mint László. Nem, 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 nem. István, úgy van, 1400-ért el, mint László. N, mint Nándor. N, mint Nándor. Közeledünk a végéhez. Így van. P, mint Péter. Egy újra tábla. Úgy van, úgy van, úgy van. És akkor most jön a... Maradjunk a P, mint Péternél. Pontosan. Jó? P, mint Péter. P, mint Péter. Még nem, nem, nem. Tibor megelőzött bennünket. Bocsánat. Szeretném felhasználni az újra táblámat. Így van. És egy A betűt szeretnék vásárolni. A betűt. Ott vannak az A betűk.
És akkor most forgathat tovább István. 5500 forintot levontunk, az A betűért ám egy újra táblát megint kap. De azt gondolom, hogy rossz mással hangzó most már nem fordulhat elő. Akkor ismét szeretném felhasználni az újra táblámat. Tegye, megengedjük. Y. És V, mint Viktor. V, mint Viktor. Végig játszotta, kérem szépen. Szeretném megfejteni. Igen. A római angyalvár. Tökéletes. A duplázó kérdés, hogy bemelegítés, tudja, hogy miért hívják angyalvárnak? Egy angyalka van a tetején, ez Hadrianus temetkezési helye volt, egy angyalka áll a tetején. És a duplázó kérdés. Puccini melyik operája játszódik az angyalvárban? Sajnos nem tudom megmondani. A Toszka. Felhívnám nézőink figyelmét arra, hogy a rádió és televízió újság szerencsés oldalán ez némi segítséget jelentett az ott látható keresztrejtvény megfejtéséhez. 6100 forintért válasszon, kérem, az első kirakatból. Váljunk pedig egy csopor, és piros. Szívem szerint azt mondom, hogy piroska, de hát maradjunk a pirosnál. Összeráncolta a szemüldök. C, mint Cecil. Cecil. Most meg én ráncolom. Meg a közönség is. István. S, mint Sándor. S, mint Sándor, egy centire a csőttől. Nagyon jó, 1600-500. Z, mint Zoltán. Zoltán. Istvánnak ma jól megy eddig. T, mint Tamás. Tamás. Igen. Csoport, 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 tehát. M, mint Márton. Márton nincs. Tibor. Hely, de jó ez a mi közönségünk, látja is, hogy sajnálnak bennünket. F, mint Ferenc. F, mint Ferenc. Én azért annak jobban örülnék, ha itt vastapssal köszöntenék minden megmozdulásunkat. G, mint Gábor. G, mint Gábor. Így például. K, mint Kata. K, mint Kata. Úgy van. Nagyon sem még akkor tessék mondani néhány mással hangzót, mert most már csak az idővel harcolunk. A külön díj megjelent szó. R, mint Robert. Robert. Úgy van. V, mint Viktor. V, mint Viktor, úgy van. És akkor... L, mint László. L, mint László. Ez az. Jaj. Jó. J, mint Jenő. Jenő. Úgy van. Senki többet harmadszor. Jöhet a megoldás? Kérek szépen egy magánhangzót, hogyha lehet. Most még lehet? Kérek szépen egy A. A. A kerekasztal lovagjai. Na azért! Megfájdul a szívem, piros. 16.400 forintért a második. A feladvány, István kezdő játékot. És ahogy megvan a másalhangzó, már forgathat is tovább. S, mint Sándor. S, mint Sándor. Így van. Nehogy véletlenül kicsúszunk az időből. Ez a harmadik játékban gyakran előfordul. A 7000-es. T, mint Tamás. T, mint Tamás. Egyszer, kétszer. Egy személy tehát a megfejtendő.
N, mint Nándor. Nándor, 1700 ér. És itt a 15 000-es. K, mint Károly. Na, így van. Szeretnék magánhangzót vásárolni. Az szabad. Egy E betűt szeretnék egy kérni. E betű. Ott van. És szeretnék még egyet vásárolni. Vásároljon. Egy A betűt, mint Aladárt. A, mint Aladár. Ő is ott van. Egy-egy. 32.600 forint eddig István gyűjteménye, és 2.400-zal gyarapodhat. Sőt, 4.800-zal gyarapodott. Igen. Z, mint Zoltán. Így van. Így van, Z, mint Zoltán. 39.001. 1000 hiány 40. N, mint Márton. Márton. Márton is ott van. Iha. Az, úgy látom, Istvánnak az első szó okoz némi nehézséget. Tibor. Én. Bocsánat. Ezt mondogattam az elején, hogy nem szabad várni sokat azonnal, mert nem vagyok rossz szívű, 1500-ért Tibor mondhat egy más halangzó. V, mint Viktor. V, mint Viktor. No, piros. D, mint Dániel. D, mint Dániel. Man. És akkor is. P, mint Péter. P, mint Péter. H, Tibor. Mint Hugo. H, mint Hugo. Piros. B, mint Balázs. Balázs. Szép. István. J, mint János. J, mint János. Tibor. L, mint László. László. Megfejtés. Tárca nélküli miniszter. Úgy van. Úgy van. Hely István, nem mondom, mennyit vesztett. Tibor, ön viszont a harmadik kirakatból válogathat. Tibor, mit választ? Ajka kristály vásárlási utalvány kérem. Az 1848-ban alapított ajkai üveggyár a Fotek csoport tagjaként szakmai hagyományait világszínvonalon hasznosítja. Az ajka kristály utalvány értéke 11.000 forint. Jó vásárlást kívánok, Tibor! Tibor az ezüstérmesünk, a bronzérmes István, és piros 16.400 forinttal elnyerte az aranyérmet itt ma nálunk, tehát ő indul a fődíjért. Kedves piros, ez itt egy hely, benne egy elválasztó jellel. 5 más halangzót, egy magánhangzót kérek szépen. S, mint Sándor. Egy. L, mint László. Igen. T, mint Tamás. M, mint Mária. És egy E. E. Van még egy más halangzó lehetősége. Ja. R, mint Robert. Robert. És egy E. Igen. Megy az óra, megy az óra. Nézd, csak nem is olyan bonyolult, csak rossz mással hangzókat kértünk, rossz mással hangzókat. Szerintem már járt is ott. Jaj. Vonyalcvas egy, jaj. Sajnos. Se baj. Gratulálok, piros, az aranyérméért, amit az előző 3 játékban nyert. Köszönjük a közönségnek a segítséget, önöknek a figyelmet. Viszontlátásra holnap este. Műsorunk végén megköszönjük a Csibó támogatását.